Szóval megszeretted a túrázást. Kimozdultál párszor a természetbe a szép nyári napokon, és úgy érzed, hogy itt az ideje, hogy a téli időszakban is neki vág. Hogyha nem tudod, hogy hogy fog neki és mire figyelj oda, akkor ez a videó kimondottan neked készült. Először is tisztázzuk le, hogy mit értünk téli túra alatt, ugyanis ez nem feltétlenül kötődik a téli hónapokhoz. Téli körülmények lehetnek akár nyáron is az Alpok magas régióiban, de itt Kolozsvár közelében a vigyázó csúcson is fogtam ki áprilisban olyan hóviart, hogy az orom se láttam. Ezért a továbbiakban olyan túrákról beszélünk majd, amelyek havas körülmények között történnek, jellemzően 5-10 Celsius fok alatti hőmérsékletekben, de nagyon gyakran fagypont alatt. Mivel ez a videó kimondottan kezdőknek készült, ezért startból kizárunk három típusú téli túrát. Először is azok a túrák, amelyek speciális alpinista felszerelés szükséges, vagyis hágóvas, jégcsákány, beülő és kötél, vagyis kizárunk minden magas hegyi gerincekre felvezető vagy gerinceken végvezető túrát, magashegyi völgyekben, kürtökben, kéményekbe való mászásokat, és természetesen mindent, ami jégmászással kapcsolatos. Másodszorban kizárjuk a többnapos túrákat, amelyek során sátorban vagy más menedékben, amit a hátunkon vittünk el, ott töltenünk egy vagy több éjszakát. Ez egy teljesen más kategória, és sokkal nehezebb, mint az egynapos túrák. A harmadik és a legfontosabb, hogy zárjunk ki minden olyan útvonalat, ahol bármilyen minimális lavina veszély előfordulhat. Tehát kerüljük a meredek hegyoldalakat, főleg az erdőszint felett, mert az erdő az elég jól csökkenti a lavina kockázatát, és természetesen nézzünk utána a lavina előrejelzésnek, és hogyha szükséges, akkor kérdezzük meg a hegyi mentőszolgálatot. És akkor lássuk a tanácsokat, amelyeket tény nagy kategóriába rendeztem: alapelvek, evés és hidratálás, felszerelés és öltözet. Kezd valami egyszerűvel. Menj egy olyan útvonalra, amit jól ismersz, amit bejártál többször is nyári körülmény, között, ami közel van a lakhelyedhez vagy más lakott területhez. Kezdésnek ideális egy egyszerű séta a helyi erdőben. Figyelj arra is oda, hogy a Kárpátokban vannak olyan útvonalak, amelyeket télen lezárnak, úgyhogy ismét ajánlom, hogy informálódj a hegyi mentőszolgálattól. 2. Ne indulj el egyedül. Menj egy nálad tapasztaltabb túrázóval, ez nagyban fogja növelni a biztonságérzetedet, a komfort és legközelebb bátrabban nekindulhatsz egyedül is. Indulj el idejében, és számolj legalább kétszer annyi időt egy téli túrára, mint ugyanazon az útvonalon számolnál nyáron. A csúszós terepen sokkal nehezebben fog szaladni, főleg, hogyha te kell törd a nyomot a friss hóban. Az is előfordulhat, hogy a hó takarni fogja a jelzéseket, amelyeket felfestettek a fákra, vagy amelyeket oszlopokra tettek ki, így aztán a tájékozódás is nehezebb lehet. Ne feledd, hogy ilyenkor sokkal korábban sötétedik, úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz korábban elindulni, hogy ne kelljen sokat sötétben túráznod. Számolj azzal, hogy a túra kétszer annyi energiát fog igénybe venni, mint nyáron venne. Ezért is érdemes kicsiben kezdeni, és egy olyan útvonalra elmenni, amelyik megfelel az edzetségi állapotunknak és a tapasztalatunknak. Térjünk rá az evésre és a hidratálásra. Az ötödik tippem az, hogy figyelj arra oda, hogy a hidegben az étel meg fog keménykedni, akár meg is fog fagyni, úgyhogy ennek megfelelően pakolj. Például a nagy hidegben egy műzi szeletnél vagy egy protein szeletnél sokkal kényelmesebb lehet megenni egy krémesebb csoki. Természetesen a zöldségben és gyümölcsben lévő nedvesség is nagyon könnyen jégé válhat. 6. Ez egy nagyon fontos tipp. Ne felejts el hidratálni. A hidegben úgy fogod érezni, hogy nem vagy szomjas, csak egy adott ponton arra leszel figyelmes, hogy fáj a fejed. Ez már a a jele, úgyhogy ne érj el addig, erőltesd meg magad, és tudatosan így folyamatosan, esetleg kisebb adagokat. Amikor fagypont alatt túrázol, akkor számolj azzal, hogy a hidratáló tartályodnak a csövében nagyon könnyen megfagyhat a víz, emiatt ajánlottabb ilyenkor tágabb szájú üvegekben hordani az innivalót, és azt se feledd hogy akár még a dugó is ráfagyhat a csavaros menetre. Nyolcadik tipp, hogy természetesen egy termosz meleg teja az nagyon jól jött ilyenkor, fel tudja melegíteni a hideg szervezetet, téli túrára szinte kötelező. Én rögtön egy egy literes nagy termosszal szoktam elindulni, amiben fekete vagy zöld teát teszek, hogy a korai kelés után egy kicsit a koffein fel is amikor megiszom a teát belőle. Téli túrákon a felszerelés sokkal fontosabb, mint nyáron. Mi nyáron mondjuk megúszszuk egy farmer egy tornacipőben és egy pamut rövidújúban, télen, hogyha rosszra fordul a helyzet, akkor sokkal nagyobb veszélybe kerülhetünk. A fejlámpa szerintem nyáron is a legfontosabb felszerelés, de télen érdemes betenni még egy pótfejlámpát is és pótaksikat. Hogyha nagy a hideg, akkor az aksik sokkal hamarabb lemerülnek, ezért ezeket érdemes lehet egy belső zsebben tartani, hogy a testünk melegen tartsa őket. Szintén nagyon fontos kellék a téli túrákhoz a lábszárvédő vagy kamásli, ez meg tudja akadályozni azt, hogy a hó bemenjen a bakancsunkba és kényelmetlenné tegye az egész túrát. A működése nagyon egyszerű, ez a gumis vagy fémes rész megy a bakancs és ez a cipzáros rész szétnyílik, így tudjuk felhúzni, és aztán ezzel a gumival meg tudjuk szorítani, hogy ne csúszol le. Igazán nem drága felszerelés, sokat tart, ez az első, amit valaha vettem, és azóta is ezt használom probléma nélkül, mindenféle nehézségű túrákon. Egy másik nagyon hasznos és fontos találmány az a csúszásgátló, ami az utóbbi években egyre népszerűbb szerencsére. Egy ilyesmi akár az életedet is megmentheti. Javaslom, hogy fektess be inkább egy robusztusabb fajtába, amiken egy megfelelő minőségű lánc van, így nem lesz baj akkor sem, hogyha szárazabb, sziklásabb részeken kell menjél. Én 90-100 kg plusz még a hátizsákkal a hátamon is mentem ezekkel olyan szakaszokon, ahol egy az a sziklára léptem vele, és nem volt semmiféle gond, ugyanúgy néz ki, mint úgy korábban gyakorlatilag. Ez egyébként mondhatni az eredeti márkájuk Katula Micro Spikes. Nem kell feltétlenül folyamatosan rajtunk legyen, csak olyankor, amikor nagyon össze van fagyva a hó, vagy egyenesen jégen kell menni. A 12. Titam az, hogy természetesen a túrabot még többet segíthet, mint nyáron, ugyanis segít abban, hogy megtartsuk az egyensúlyunkat a puha, csúszós talajon, ezért, hogyha tehetjük, akkor ne felejtsük ezt se otthon. Elsőre furcsának tűnhet, de a napszemüveg szinte elengedhetetlen télen ahhoz, hogy megelőzzük a hóvakságot. Ahogy a nap folyamatosan süti a havat és azonnal visszatükröződik, idővel akár meg is vakulhatunk ettől. Egy napszemüveg olyankor is hasznos lehet, hogyha hóviharba keveredünk, így megvédhetjük szemünket és szempillánkat a fagyástól. Erre a célra jó lehet egy ehhez hasonló grecser szemüveg, amelyik körbe-körbe le van védve, így kevésbé tud bejönni a hó meg a szél a szemünkhöz, de aki igazán kemény körülményekre számít, az természetesen használhat egy egyszerű sí szemüveget is. Ugyancsak a nap elleni védelemhez tartozik a 14-es tip is, hogy megfelelő napkrémmel kenjük be magunkat, még akkor is, hogy ez tűnhet télen, mert a visszatükröződő nap az nagyon könnyen légethet, saját tapasztalatból mondom, főleg magas egy körülmények között van ennek elég nagy veszélye. Ami az öltözetet illeti, itt a fő alapelv az, hogy minden áron kerüljük el az izzadást. Ennek az a magyarázata, hogy a nedvesség nagyságrendekkel jobban vezeti a hőt, mint a levegő, így aztán a nedvességet mindenképpen el akarjuk kerülni, annak érdekében, hogy ne hűljünk ki nagyon gyorsan. Tipikus hiba kezdőknél az, hogy téli turára a városi nagykabáttal és esetleg két vastag nadrággal indulnak el, mert arra számítanak, hogy nyilvánvalóan a hegyen hideg lesz, ez nagyon könnyen veszélybe sodorhatja őket, ugyanis ahogy elkezdenek mászni, egyből elkezdenek majd izzadni, nagyon hamar nedvesek lesznek, és aztán elkezdenek folyamatosan kihűlni. Ennél sokkal jobb megoldás az olyan nyiszor emlegetett réteges öltözködés, így könnyebben szabályozhatjuk a hőt, és legyen nálunk egy kabát, amit kimondottan akkor veszünk fel, amikor megállunk. Ennek az a magyarázata, hogy a hőtermelésünk lényegesen csökken abban a pillanatban, amikor meg fogunk állni, tehát nagyon könnyen elkezdünk majd fázni. Vannak olyan személyek, akik egyáltalán nem fázósak mozgás közben, de amint megállnak, elkezdenek reszketni. Emiatt is ajánlok egy úgynevezett pufi kabátot, ami ugye lehet tolból vagy valamilyen szintetikus anyagból. Ezek elég könnyűek, nem foglalnak sok helyet, legyen nálunk egy ilyen, és amikor megálltunk, egyből kapjuk magunkra. A nedvesség elkerülése érdekében mindenképp kerüljük azt, hogy pamutot hordjunk. A pamut a saját súlyának legalább a háromszorosát képes magába szívni, és nagyon nehezen szárad. Alternatívaként lehet használni például egy szintetikus anyagot, mint ez a hosszú felső. Ennek az anyaga nem az a tipikus kellemetlen szintetikus anyag, amit meg szoktunk pár évtizeddel ezelőtt. Ajánlom, hogy adjatok neki egy esélyt, mert ez a legolcsóbb lehetőség. Tényleg nagyon sokan szeretik a gyapjút, de itt most megint ne a nagymama pulóverjére gondoljunk, amelyik össze-vissza szúrt, amikor felvettük, hanem a merino gyapjúra, amely egy sokkal puhább és sokkal kényelmesebb anyag, viszont az ára eléggé magas. Ugyanakkor valamivel több nedvességet szív magában, mint a szintetikus anyag, de van, aki egyszerűen a szintetikusat nem bírja, még a jobb minőségűeket sem, és ezért használja a merinót, illetve a szubjektív hőérzet jobb a merinóban. Úgy érezzük, hogy melegebb, még hogyha tulajdonképpen nem is tartja úgy a hőt, mint a szintetikus. Az én kedvencem viszont a kettő közötti átmenet egy szintetikus merinó keverék, amely nagyjából ötvözi a két anyagnak a jó tulajdonságait, sokkal kényelmesebb, mint a sima szintetikus, melegebbnek is érződik, de nem tart magában annyi vizet, és sokkal többet is bírja, mint a sima gyapjú. A leghamarabb a kezünk fog elkezdeni fázni. Akinek nagyon fázós a keze, mint nekem, annak egy ilyen kesztyű sem elég meleg és elég vastag, még akkor is, hogyha van benne egy polárbélés, úgyhogy egy komoly téli ez nem kesztyű. Ez kesztyű. Én ilyennel szoktam menni, már akkor is, hogyha 0 fok alatti hőmérsékletbe megyek. Méghozzá úgy, hogy alatta van egy ilyen részleges kesztyű, hogy amikor használnom kell az ujjaimat valami apróságra, akkor se legyen teljesen vételen a kezem, hogy nagyon hamar ne hűljön ki. Nagyon sokan javasolják, hogy legalább két pár kesztyűvel induljunk el téli túrákra, arra az esetre, hogyha az egyik benedvesedne, hogy elveszítenénk valamilyen oknál fogva. Ez talán a legfontosabb ruházati cikk. Túrázáshoz mindenképp érdemes befektetni speciális túrazoknikba. Első ránézésre ezeknek az ára horribilisnek tűnhet a megszokott pamut elmúlt képest, viszont higgyétek el, hogy megéri. Téli túrákra anyag szempontjából ugyanúgy jó választás lehet a merino, illetve egy merino szintetikus keverék. Az előnyök és hátrányok ugyanazok, mint amelyeket korábban említettem. Léteznek speciális zoknik, amelyeket egyfajta alulöltözetként lehet használni. Ezek általában ilyen vékony szintetikus anyagból vannak. Ezt húzzuk egyenesen a lábra, és majd csak erre húzzuk rá a sokkal vastagabb, tulajdonképpen zoknit. Ez a megoldás segített a holyagok leküzdésében, és valamivel melegebb is, mint egy darab zokni. Téli hidegben a szél sokkal veszélyesebb, mint egy nyári túrán. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy legyen nálunk egy kimondott szélkabát. És amikor szélkabátra gondolok, akkor az ne legyen ugyanaz, mint az esőkabát, mert az esőkabátok jellemzően sokkal kevésbé lélegeznek, és akkor megint visszatérünk az izzadás problémához. Tehát egy kimondottan csak szélvédő, nem esőálló kabátot vigyünk magunkkal, és amikor egy kicsit is elkezd fújni a szél, akkor ezt vegyük fel. Hogyha a hőmérséklet valahol 0 fok felett van, akkor sajnos annak is megvan az esélye, hogy egy eső fog elkapni. Ilyenkor nem hagyhatjuk otthon sem az esőkabátot, sem az eső nadrágot. A hegy nem divat bemutató. Túrázáskor a funkcionalitás a fő. Ezért aztán, amikor hideg van, én mindig füles sapkát húzok, mert a rendes sapkákból valamiért a fülemnek az alja mindig ki fog lógni pár fejmozdulat után, így meg biztos vagyok benne, hogy melegen fogom tartani őket. Ne felejtsük el az arcunkat se védeni, manapság már amúgy sem forom azban járkálni. Hogyha hidegebb körülmények közé készülünk, akkor ennél a sima csősánál létezik melegebb változat is, amelynek a belseje poláranyagból van. És amikor igazán nagy hóvihar van, olyankor jól Hát egy ilyen szélvédő maszk is. Amikor kezdőként megyünk téli túrára, használhatjuk ugyanazt a vízálló bakancsot, mint amivel nyáron túrázunk, nem szükséges alpinista bakancsot vásárolni és azt felhúzni ilyenkor. És az utolsó 23. tippem a nadrággal kapcsolatos. Nyilván, hogy egyénileg változik, hogy kinek mennyire fázós a lába, de mivel a lápizmaink azok, amelyek a legjobban dolgoznak egy túra során, ezért elég kicsi az esélyünk, hogy pont ezek fognak kihűlni, ezért általában nem szükséges túl felöltözni, hanem a megszokott nyári szossán nadrág alá elég általában egy Nadrágot felhúzni, és az már megfelelően meleg lesz. Én nagyon gyakran ezzel a kombóval megyek télen is, és csak amikor nagyobb hidegre számítok, akkor húzok fel egy vastagabb nadrágot. És hogyha úgyis téli túrákról beszéltünk, akkor itt megtalálsz egy útvonalat, amely alkalmas kezdők számára is, és hogyha tetszett ez a videó, akkor itt feliratkozhatsz a csatornára.